akkor derült ki számára. A legutóbbi Fáma adásunkban Faragó Anna Mária, az Embernek Farkasa című film rendezője volt a vendége. A kommunista diktatúra százezreket hurcolt el munkatáborba. A Sztálin halála után hazatérő megtört magyarokat az AVH és újabb szenvedések fogadták. Ennek egyik helyszíne volt a Jászberényi börtön, melynek történetéről eddig nem sokat olvashattunk a helytörténeti kutatások között. Az író rendezőnő most ebben a témában készített dokumentumfilmet. Neveket akarok hallani. Különben kifingatunk, te náci rohadék. Az Embernek Farkasa Jászberényi díszbemutatóját május 26-án este tartották a Lehel Filmszínházban. A vetítés előtt ott voltunk, mikor a dokumentumfilmben is megjelenő Balikó Mihály, kinek édesapja is itt raboskodott, és Erdődi Levente, kinek édesapjának barátait ebben a börtönben kényszerítették arra, hogy rendszeresen jelentse róla. Eljöttek, megnézték a börtön épületét, és annak apartmanjában szálltak meg. Ambivalens. Sokat gondoltam rá, hogy valamit le kellene zárni az életünkben, és egyszer ezt el kellene jönni, és meg kellene nézni. Az, hogy ebből aztán szálloda lett, és lehet, hogy éppen itt fogok megszállni, az nagyon érdekesnek tűnik számomra. Vártam arra, hogy legyen ennek a történetnek egy bizonyos lezárása. Lássam, érezzem a hely szellemét. Elég sokat hallottam édesapámtól erről a börtönről, kevés panaszt hallottam. Erős ember volt, kemény ember volt. Nagyon keveset mondott el abból a szenvedésből, ami itt érte őket. Annál több vicces dolgot. Így lehetett túlélni ezt a rabságot, nem csak ezt, a gulágnak a rabságát is, hogy nem dramatizálták a szenvedésüket. Mindig sokkoló. Lehet, hogy nem is elég férfias a viselkedésem emiatt. Sokkoló. A Jászberényi díszelőadás rendhagyó volt több szempontból is. Az érintett hozzátartozók mellett jelen volt a film vezető operatőre is. Volt már egy díszelőadás március 31-én Budapesten az Operaház Eiffel műhelyházában. Akkor is sokan voltunk együtt Jászok, de úgy gondoltuk, hogy mivel a Jászberényi AVH börtön a film története, itt vagyunk a börtöntől néhány száz méterre, így itt is bemutatnánk a filmet. 66 éve érkeztek Jászberénybe a szovjet kényszermunkatáborba elhurcolt, a második világháborút végigharcolt tisztek, katonák, a rendszer ellenségeként elhurcolt magyarok. A lista megdöbbentő. A film rendezőjének megnyitója után Pócs János országgyűlési képviselő mondta el gondolatait, majd Piti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekes a Mi atyánk dallamaival teremtette meg a hangulatot. Azért is tartom fontosnak ennek a filmnek megismerését, hogy mindannyiunkban erős legyen a tudat, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a múlt ne ismételje önmagát. Nem a mi posztunk vizsgálni, de aki fegyvereket küld, aki lázít, aki biztat, aki mint egy kocsmai verekedésben nem békét akar, hanem bicskát ad a verekedőknek. Átvitt értelemben annak a kezéhez is fértapad. A filmnek egy fontos üzenete, hogy a múlt ne ismételje önmagát. És talán a filmnek van még egy fontos üzenete, legalábbis számomra volt, amikor megnéztem, hogy mindig tudjuk mindenkinek és mindennek az igazi arcát. Érzelmeket hozott elő a nézőkből a dokumentumfilm. Nagyon-nagyon mélyen megérintett, főleg ez az első rész. Férjemnek az édesapja, ő 5 évig volt hadifogságban, és amikor mi összekerültünk, akkor nagyon sok mindent mesélt, és ezeket mindent lejegyeztem. Akkor már elmertem mondani, akkor már 80-as éveken túl voltunk, meg nekem a nagypapám is nagyon-nagyon sok mindent elmesélt.
II. világháborúról. Tehát azt, amiket tanultunk az iskolába, az nem egyezett azzal, amiket ő mesélt, és számomra ő hitelesebb volt. Most is ezt élem át, hogy az ember miért tud ilyen kegyetlen lenni. Hogy mondjam, bennem ez bennem van. Az emlékek, igen, megéltem, és még olyan is volt, hogy én hát csak filmen látom azt most is, meg régebben még nem is annyira, hogy na, a puskagolyónak a hangját. A tanyán az eperfa alatt álltunk apukámmal kint, és mondta apukám, hogy figyelj, és süvített a golyó. Ott a tanyán hallottam, és az azóta itt van a fülemben. Tehát az ilyen emlék az emberben nagyon-nagyon megmarad, de örülök, hogy látom ezt a filmet, hogy most ezt ennyire előhozzák. Nagyon megrázó dolgokat hallottam. Egy kicsit leül az ember, tehát egyszerűen szóval sem tud jutni. A rendezőnő elmondta, jó érzéssel tölti el, hogy Jászberényben is bemutathatták a dokumentumfilmet. Én minden könyvet, ami a jászsághoz kötődik, és filmet, azt elsősorban az enyémnek készítem. És nagyon jó érzéssel tölt el, annak ellenére, hogy ez egy rendkívül erős drámai film, de nagyon jó érzéssel tölt el, hogy végre Jászberényben is ezt a filmet be lehet mutatni.